A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 2-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban megismerhetjük az Áruhás királylány történetét egy táncjátékban, majd ellátogatunk az ünnepi könyvhét két fontos eseményére. Ezt követően a Quimby koncerten, majd az Alba Régia Táncegyüttes művészeti iskolájának évzáró gáláján készült beszámoló következik. Tartsanak velünk! Az Alba Régia Táncegyüttes Arami Tehetséggondozó csoportja a Malom utcai táncházban mutatta be Kricsáj Kamil az Áruhás királylány című táncjátékát. A darab Majoros Róbert és Majorosné Szabó Veronika koreográfiájával és a Puszták Népe Front zenekar zenéjével került színre. Valaha szép ország, egykor szép ország volt. Gyönyörű vidék, hegyekkel, dombokkal, völgyekkel, erdőkkel, mezőkkel, rétekkel. Rengeteg tó, folyó, kristálytiszta patak szelt át keresztül Kasul. Volt egy a nép által választott fejedelme, akit egy napon aljas módon megtámadott az irigy, gonosz szomszéd. A fejedelem ellen állt, de veszített. A végső pillanatban kimenekítette feleségét és leányát, majd utolsó lehletével egy jóslatot hagyott népére. 10 év múlva a lánygyermek visszatér, legyőzi a gonoszt. A mesés táncjátékot Kricsár Kamil, a Vörös Marti Színház színművésze írta és rendezte. Mindig abból dolgozom, ami van. Tehát, hogy most, hogy ők annyi idősek, akkor szóljon annyi idős srácokról, fiúkról, lányokról, akik éppen játsszák. És ha már itt vagyunk Fehérváron, akkor legyen olyan, mint hogyha Fehérváron lenne. És aztán a többi meg így jött magától. Hát ugye sima, egyébként most egy 3 mondatos mese, tehát hogy van egy királylány, aki nem tudja, hogy királylány, de azt egyszer csak megtudja, hogy királylány, és egy országnak, amit éppen le akar győzni valami gonosz. Tehát, hogy kell a mesébe egy jó, kell egy gonosz, meg kellenek mindenféle szereplők, és ennyi volt. Na most ugye... Most van egy gonosz, aki háborúzik az országoddal, akkor most akármit csinálsz, akkor is itt van a szomszédban egy. Tehát most így az jut az ember eszébe. Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert vezetésével és koreográfiájával az Arte Arami Tehetséggondozó csoportja mutatta be szóban, dalban és táncban a Puszták Népe Front zenekar közreműködésével a darabot. Nagy vállalás volt tőlünk évelején, de abszolút nem bántuk meg. Krisár Kamil a rendezője ennek, és feleségemmel ketten vagyunk felelősek a koreográfiákért. És a menete nagyon egyszerű volt, kaptunk egy forgatókönyvet, egy szövegkönyvet a Kamiltól, kaptuk folyamatosan a zenéket, amit a Puszták Népe Fronttal elkezdtünk feldolgozni, és ezt így apránként a táncosok, táncos fiúk, lányok lábára elkezdtük ráadni ezeket a dolgokat, hogy ehhez a témakörhöz például melyik tánc az, amelyik jól áll. Először táncanyagot meg kellett tanulni, mert egy csomó olyan ismeretlen táncanyag volt részükről, amivel még nem találkoztak, viszont ehhez a történet. Ez viszont remekül hozta az egészet. Úgyhogy először anyagtanulás volt, mint minden más koreográfia. Az, hogy miben más, mint egy folklór koreográfia, az nagyon érdekes, mert itt nem néptáncos műsort, vagy nem néptánc koreográfiákat kellett nekünk összeraknunk, hanem inkább ezt a történetet elősegítő, tovább vívő, megerősítő táncos mozgásokba gondolkodtunk, és nagyon izgalmas volt egyébként, hogy egy teljesen más megközelítés kellett ehhez. Te vagy az, a király álmában, de akkor még királynak. Királylány.
alapvetések a történés volt, és hogy tulajdonképpen a tudásukra szabjuk az adott koreográfiát, és az ő lelkületükhöz. És tulajdonképpen így állt össze ez az egész mű. Hol vagyok? Ez itt van a szép ország! Hogy lett-e újra szép ország? Az áruhás királylány történetéből fényderül erre is, a főszerepekben Alinát, Varga Mira Róza, míg Bozsit, Felvidéki András táncolja. Amikor azt mondták, hogy engem gondoltak erre a szerepre, akkor először meglepődtem, és nem gondoltam, hogy tényleg én leszek végül is az áruhás királylány. De most már nagyon megbántam volna, hogyha visszautasítottam volna ezt a lehetőséget. A darab ízig-vérig mai üzenete egyben egy kérdés is, hogy merre van a gyermek, aki visszatér, és hogyan néz ki, azt senki se tudja. Talán egy boltban dolgozik, vagy még iskolába jár. Bármi megeshet. Lehet, hogy ő a legjobb barátnőd, és egy padban ülsz vele, csak nem tudod, hogy királylány. Mert még ő maga sem tudja, de attól még királylány. Áruhás királylány. Egésznapos programok várták a könyvbarátokat a Bartók Béla téren. Az ünnepi könyvhét vendégei voltak a költők, írók mellett a színművészek és a balettszínház művészei is. A Bartók Béla tér adott otthont a 97. ünnepi könyvhétnek. Az idei találkozó különlegessége volt, hogy a Vörösmarty Könyvtár és társintézményei szervezésében az olvasás barátainak legnagyobb örömére ebben az esztendőben a társművészetek képviselői is felléptek az ünnepen. A Székesfehérvári Balettszínház művészei Egerházi Attila kiváló koreográfiáját mutatták be. Én társművészetnek tekintem az irodalmat egyébként, mert több darabunk is irodalmi témájú. Szerintem a könyv az egy olyan alapvető, a kultúrának egy olyan alapvető eszköze és attribútuma, ami mindenkinek a kezébe ott kellene jószerivel lenni. Mióta belém rajzolt a sors, és a szívemre tetoválta a nevedet. Hújtál rám, s hújsz ma is, mint dalba mártott édes gyümölcs. A Vörösmarty Társaság íróinak és költőinek műveit a Vörösmarty Színház színművészeinek előadásában hallgathatták meg az érdeklődők. Ez a mai könyvheti piknik egy nagyon különös rendezvény, ahol a Vörösmarty Társaság összefoghatott a Vörösmarty Színházzal, a Balettszínházzal, és itt színészek fogják, vagy színészek olvassák fel a Vörösmarty Társaság szerzőinek a műveit. Na, mai megnyitóra egy Kosztolányi szöveggel készültem, Kosztolányi Dezső az Olvasás jövőjéről című esszéjében fogalmaz úgy, hogy a könyv az egy múlhatatlan kincs, ez az, ami örökké valóvá és halhatatlanná teszi a szerzőt, ezért a könyv tulajdonképpen egy mindennapi csoda. Ringat, mint a víz a lehúlt faágat. Hatalmasan annyi éve már bennem élsz. Az Aranybulla Könyvtár idén is képviseltette magát a könyvhét csúcseseményén, hiszen az olvasókkal való ünnepi találkozás a legfontosabb számukra is. Mi is mindig törekszünk arra, hogy bemutassunk egy-egy írót, költőt, úgyhogy éppen ezért a héten már két olyan programmal is készültünk a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek, ami úgy gondolom, hogy a lélekig hat. Az ünnepi alkalomból megjelent Adorján Viktor új kötete, a Csillagvitéz, amely folytatása az előző regényének, és bizonyosan gyorsan az olvasók egyik kedvence lesz. Ez gyakorlatilag folytatása a jó régen, már több mint 10 éve megjelent Világváltó neve nincs című meseregényemnek. Ez ugye az a meselegény, ez pedig a Csillagvitéz címre hallgat, de tulajdonképpen önállóan is érthető, élvezhető dolog. Tehát nem feltétlen kell az előzőt olvasni vagy ismerni. Mert ne feledjük, a könyv az egyetlen, ami hű maradt hozzánk. Elfelejteted, félreteheted, nem sértődik meg, nem fordul el tőled, hanem szerényen vár rád a polcon, s a kedvet kapsz hozzá, nem hagy cserben.
Az ünnepi könyvhét keretében Kovács Péter és Kovalovszky Márta volt az Aranybulla könyvtár vendége. A népszerű művészettörténész házas pár Bokros Judit moderálásával idézte meg több évtizedes székesfehérvári munkásságát. Az Aranybulla könyvtárban folytatódott az aranyatérő beszélgetés sorozat. Bokros Judit vendége az ünnepi könyvhéthez kötődő beszélgetésen két legenda, a Kovalovszky Márta Kovács Péter Barnabás művészettörténész házaspár volt, akik ugyan néhány éve Budapesten élnek, ám a több mint fél évszázados munkájuk Székesfehérváron nem felejtődik el. Azért is hívtuk meg őket, mert nagyon sokáig dolgoztak a Szent István Király Múzeumban, illetve vannak elődjében az István Király Múzeumban, és legendás kiállítások fűződnek a nevükhöz. És a mai napig is kötődnek a városhoz, bár most Budapesten laknak egy ideje, de visszajárnak, nagyon sok barátjuk van itt, régi kollégák, tisztelők, és elég sokan jöttek el most erre az estre is, úgyhogy remélem jó beszélgetés kerekedik, aminek az alapja egyébként Kovalovszky Mártának a tavaly megjelent Mit látsz, Laca című könyve. Kovács Péter Barnabás 1985 és 1990 között a múzeum igazgatója, 1992 és 2001 között pedig főtanácsosa volt. Gyermekkorának egy részét Nagyváradon töltötte, később Budapestre költözött, majd Fitz Jenő invitálására érkezett városunkba feleségével, hogy aztán együtt váltsák valóra álmaikat. Mindig örömben, hogyha Fehérvárra hívnak. Tényleg a sors úgy hozta, hogy most már 8 éve lesz lassan, hogy Pestre költöztünk, soha nem jutott ez korábban eszünkbe. Tényleg a sors és a véletlen hozta így, de itt vagyunk, itthon. Az a számtalan évtized, amit itt töltöttek felelős beosztásban, én azt hiszem, hogy az életüknek az a fele, amire szívesen emlékeznek. Hát nem is a fele, 54 évet éltünk Fehérváron. Nem úgy meghatározó, hanem az volt az életünk, és igazából ennek az emlékeiből élünk. Kovalovszky Márta nagyon sokat tett azért Székesfehérváron, hogy a kortárs magyar képzőművészek megmutathassák magukat vidéken is. Ez a rendszerváltás előtt nem volt egyszerű feladat, de köszönhetően kitartásuknak, tehetségüknek és az István Király Múzeum alkotó légkörének, Fitz Jenő és Petres Éva a múzeum vezetői biztatásának és támogatásának kimagasló eredményeket értek el. Nagyon-nagyon önzően hangzik, de legelőször azt gondoltuk, talán mind a ketten, hogy hazamegyünk. Na most mi 6 éve élünk Pesten, és akkor, amikor azt a szót kimondjuk, hogy otthon, vagy az, hogy hazamenni, akkor mind a ketten Fehérvárra szoktunk gondolni. Szóval 54 évig éltünk itt, és annak ellenére, hogy mind a ketten pestiek vagyunk, ez volt az igazi otthonunk. Nem csak a város, hanem az a munkahely is, az a környezet, ahol mi felnőttünk, és aztán a munkákat elvégeztük, az István Király Múzeum. A múzeum tevékenységét alapjaiban határozta meg az ön munkája is. Nyilvánvaló, hogy így röviden most ezt nem lehet összefoglalni, de mi az, amit nagyon fontosnak vél és gondol? Hát azt gondolom, hogy az a fajta múzeum, amiben mi beléptünk, Fitz Jenő és felesége igazgatása alatt, az a múzeum ma már nem létezik. Az egy családias, barátságos, szakmai közösség volt. És ha nem lettek volna Ficék, akkor mi biztos sokkal nehezebb körülmények között tudjuk elkezdeni munkákat. A munkák lényege az volt, hogy tulajdonképpen mindazt, ami a 20. századi magyar művészetben történt, azt mi tendenciánként be tudjuk mutatni. Egyrészt a kortársakat, másrészt a 20. század történetét, művészet történetét. De azt kell mondanom, hogy utólag visszatekintem, amikor mindenki azzal jön, hogy mi fedeztük fel az avantgárdot, hogy nem volt célunk az, hogy felfedezzünk bármit, a tényeket akartuk bemutatni. Tulajdonképpen az a feladat hárult ránk, ami Shakespeare-el szórva helyre toljuk a kizökkent időt. Amikor mi az egyetemet elvégeztük, akkor 20. századi művészetről egy szót nem hallottunk. Valahol a 19. század közepén a tanulmányaink hirtelen véget értek, és soha többet
nem hallottunk arról, hogy művészet még él, létezik. Csak egy olyan szerencsés időszakban, olyan szerencsés évfolyamtársak között nőttünk fel, akiket a kortárs művészet érdekelt, és kézzelfogva egymást húzottuk különböző műtermekbe, kortárs művészek műtermeibe, hogy megtudjuk, hogy mi történik. Úgyhogy amikor most úgy tűnik, hogy mi a 20. század magyar művészetét mutattuk be a közönségnek, akkor emögött az is volt, hogy elsősorban mi szerettük volna látni, hogy mi történt. A barátok és egykori munkatársak nem csalódhattak. A hangulatos beszélgetésen megidézve a múltat, ismét megerősödött bennük az a már régen tudott, hogy a házaspár felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kortárs művészet megismertetésében. Székesfehérvárral látogatottak Wimby, a zenekar az Icsi színpadon ismét bizonyította, miért is tartják hazánk egyik legkedveltebb együttesének. Most el a lábát kicsit, tett a gerékre az anya, lassíts le egy perc, ember, leelőzted magad, de tudod, hogy nem tart örökké, hiszen volt már annyi el, ami egyszer volt, újra nem jön el. Miként lehet megőrizni, sőt dúsítani a Wimby egyedülálló zenei palettáját? Erre a kérdésre is választ kapott mindenki, aki szombaton este az Icsi Liget színpadára szegezte tekintetét és elmélyült a zenekar egyedi hangulatot sugárzó vizuális és lelki élményt nyújtó zenéjében. Összetévesztetetlen hangzásvilág, szövegszerűségében és kitörölhetetlen, ízig-vérig csodapillanatokat nyújtó időtlen élmény, Wimby. Mennyit kellett változnotok az elmúlt 33 esztendőben, hogy ugyanolyan népszerű legyen ez a csapat, mint a kezdetekkor? Hát ezt én nem tudom megmondani. Hogy igazából sohasem foglalkoztunk azzal, hogy azért változzunk, hogy a csapat mondjuk népszerűbb legyen, vagy ilyesmi, hanem önmagunktól változtunk, változott a zenénk is. Az elején inkább ebből a kocsma romantikából táplálkoztunk, meg a körülöttünk lévő szűkebb világból, aztán kidugtuk a fejünket, és jöttek nagyobb színpadok, nagyobb ovációk, de ugyanakkor mi igazából tudatosan ezzel nem foglalkoztunk, hanem szinte úgy magunktól változtunk az idők során meg. De közben meg alapelemek, alapmotívumok, alapenergiák, amik nagyon fontosak a zenekarban, meg olyan dolgok, amik életben tartják a zenénket, azok alapvetően nem változtak olyan nagyon szerintem. Szeretjük csinálni. Megerősítést jelent, hogy most már több generáció is itt van valamennyi koncerteken, hiszen ha megfigyeljük, akkor már nem csak a tinédzserek, hanem ha úgy tetszik, a korosabbak is ott vannak veletek. Igen, azt már jó pár évvel ezelőtt fedeztük fel, mikor ilyen nagymamák, nagypapák csillogó szemüvegekkel kapaszkodnak az első sorokban, és közben ott vannak fiatalok is, hogy többen ilyen generációkon átívelő zenekarrá váltunk. Ez így fokozatosan kellett nekünk is hozzászoknunk, tehát hogy ez megszoktuk. Mert annak idején, amikor fiatalok voltunk is, akkor mindig az volt, hogy egy ilyen pár évvel fiatalabb közösség, mi egyetemisták voltunk, akkor gimnazisták járt a koncertre. Mi kijöttünk az egyetemekről, akkor jött sok egyetemi buli. És az körülbelül egy ilyen, a 2000-es évek közepén változott meg, hogy jöttek már így, vagy akkor érezhető volt, hogy már mi is korosodunk, és jöttek az idősebbek is, meg mindes, most meg már nagyon sokan jönnek úgy, hogy a szüleiktől hallották a zenéket, és azok a fiatalok jönnek, és nem egyszer kérnek úgy autogramot egyébként, hogy kérnék szépen egy autogramot a nagymamámnak. És ez ilyen érdekes, hogy tulajdonképpen így nőttünk bele a korunkba mi is, és így haladunk valamerre, ami aztán ki tudja, hogy mi lesz. Ikonikus dalok sokassága felettetve az emberöltönyi időt, ami megalakulásuk óta eltelt, mert bizony 33 éve annak, hogy a Dunaújvárosból induló csapat elindult, hogy felkavarja az állóvizet és tüzet hozzon a világra. A jelmondataink állandóan változnak, de a tűz az valójában része mindig minden jelmondatnak. Nem is tudom, hogy a rock'n'roll az olyan egy kicsit, hogy a tudatosságot nélkülözi az elején. És a zene megmarad, de a tudatosság szép lassan bekúszik, ami persze nem baj. Az a lényeg, hogy bizonyos szenvedélyek örökre megmaradnak, mert az nem változik a testtel. Mert ugye a szenvedély vagy a vágy az ugye az elmében keletkezik, az örök.
Hát azt hogy tudom kifejezni, egy egyre bölcsülő testtel, az már egy másik kérdés. A tűz viszont benne van a ritmusban és a dallamban, és abban, hogy az ember a saját élményeit fogalmazza meg, a saját élményeit énekli el, kiabálja ki magából, és az egy primér, azonnali hatást gyakorol mindenkire, mert senki nem arra gondol, amikor én énekelek például egy elhagyott szerelemről, hogy engem elhagytok, hanem ő arra gondol, amikor őt elhagyták. Ez lesz az a transformáció, ami azonnal megy a szerzőtől, vagy az előadótól a hallgatóba. Ezt köríthetjük néha jelmondatokkal, néha célokkal, néha hangosan kimondott elméleti keretekkel, de mindig ez a szívtől szívig menő üzenet lesz a legbelső sajátja. És ez minél jobban működik, annál inkább fog megfelelni az elemi erőknek, mint például a tűz. Ez azt is jelenti, hogy a tempora mutantur változik a világ jegyében. Nektek is meg kell változni, vagy csak hasonultok, és olyanok szeretnétek lenni, mint a 21. század a dalatokban is? Uh-huh. Én semmiképp nem szeretnék soha olyan lenni, mint az előző percben. Mondhatjuk, hogy frázis, hogy csak egyetlen állandó dolog van ebben a világban, és az a változás. A változással élni, vele együtt úszni, bizonyos dolgokat elengedni, belenyugodni, újabb dolgokat várni, ez ennek a kalandnak a lényege. Ha ezt megpróbáljuk visszafordítani, egy-egy pillanatot konzerválni, azt mondom, hogy ez egy fénykép erejéig jó, de a saját életünket ne tegyük fényképpé, mert akkor lemaradunk arról, ami az alatt történt volna velünk változások során, amíg ugyanazt a képet nézegetjük. A koncert hallatán nem lehet vitás, a Quimby egy olyan divat, ami továbbra is megmaradt értékesnek. Ha valaki végigéli velük koncertjüket, egyként megtalálja az eklektikát, az őrületet, a több rétegűséget, mindazt, ami a zenéjüket végig kíséri. A Fekete egy szárazréti közösségi központban rendezte meg évzáró gáláját az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola. Az ifjú néptáncosok ünnepi műsorral köszöntötték pedagógusaikat és a szép számú közönséget. Az idén 75. születésnapját ünneplő Alba Régia táncegyüttes esztendőről esztendőre bizonyítja, hogy olyan jövőképe van, ami a felkészítő táncpedagógusoknak köszönhetően biztosítja az utánpótlást is. Ezt tapasztalhattuk meg a Fekete egy szárazréti közösségi ház szabadtéri színpadán megrendezett gálán is, ahol az együttes alapfokú művészeti iskolájának fiataljai a töpörtjüktől a közvetlen utánpótlásig teltház előtt mutatták meg elkötelezettségüket a néptánc a népi kultúra iránt. A mi szerepünk, az egyesületnek a szerepe az nagyon egyszerű, hiszen csak figyelni kell az iskolára, támogatnunk kell, és a benne lévő, benne dolgozó pedagógusokat mindenben támogatni, minden szakmai elképzelésükben, és minden pénzt és forrást megszerezni ahhoz, hogyha ők el szeretnék vinni a gyerekeket versenyre, ahol a tehetségeiket kibontakoztathatják, és ahol megmutathatják, ehhez mi hozzájáruljunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a töpörtjüktől már számukra is rendkívül fontos a néptánc. Minek köszönhető, hogy a népi kultúra így az Alba Régia Táncegyüttesen belül, illetve segítségével ennyire népszerű Székesfehérváron? Én azt gondolom, hogy nyilván az elmúlt 75 év, amihez hozzájárul, azoknak az elődeinknek a tevékenysége, a munkája, akik ezért nagyon sokat tettek, és a mi szerepünk az, hogy mindezt megőrizzük. És azt gondolom, hogy Fehérváron mind a közönség, mind pedig az intézmények esetében mindig is nagy támogatottsága volt a néptáncnak. Az, hogy egy ilyen jó csapat gyűlt itt össze, gondolok itt elsősorban az arami tanáraira, hiszen ez nagyon fontos, az azt hiszem, hogy szintén megerősítést jelent. Igen, mert azt gondolom, hogy akik táncolnak, tehát akik valaha feljutottak abba a táncegyüttesbe, akik a világot járják, ez egy olyan motiváló tényező, ami akár bármikor és bármelyik pillanatban áthatható, de csak azoknak a gyerekeknek, akik azt választják, hogy a magyar néptáncot ilyen magas szinten táncolják.
Majoros Róbert, az együttes művészeti vezetője megerősítette, hogy a fiatalok a tehetségük mellett a szorgalmukkal is kitűnnek, és a néptánzpedagógusoknak köszönhetően méltó módon képviselik a Kárpát-medence néptánc kultúráját. Rengeteget kell próbálnunk, úgyhogy amit most itt láthat a kedves közönség, két előadást fogunk teltház előtt véghez vinni. Ez nagyon sokat gyakoroltak, próbáltak, és nagyon sok energiát beletettek. Nyilván mi is a néptáncpedagógusok, de azt gondolom, hogy itt a gyerekekre vonatkozóan, ezt most tiszta szívből mondhatom, hogy nagyon kitettek magukért ebbe az évbe. És akárha a legkisebb csoportokat nézzük, őnáluk például ez a fejlődés, ez iszonyat módon látható, hogy mondjuk szeptemberben, amikor elkezdték a munkát, hogy hol tartottak, és most, amit itt a színpadon be fognak mutatni a szülők előtt, hát az ég és föl, tehát hogy nagyon nagyot fejlődtek. De ugyanezt az idősebb, már ifjúsági korosztálynak is a munkájáról elmondhatom, hogy rengeteget dolgoztak, és igazából ez a dolgozás ez egy rossz szó, tehát hogy ők ezt nem így élik meg, ők ezt nagyon szeretik, ők legszívesebben itt töltenik az egész hetüket a táncházba, úgyhogy nagyon jó, hogy így megfertőzöttek a nagyobbak már ezzel az egésszel, és hát ez most tényleg egy ünnep lesz, mert a gyümölcsét itt láthatja ennek a közönség. Sipos Dániel néptáncpedagógusként napról napra megtapasztalja és tudja, hogy a hétköznapok nívós, elkötelezett szakmai munkája az alapja annak, hogy egy-egy ilyen alkalom a tánc igazi ünnepe lehessen. Sok munka leginkább, sok otthon eltöltött próbálás, amikor nincs ott a pedagógus, és azt tudja az ember mondani, hogy amit ő átadott, a gyerek még otthon is ezt tovább és tovább tudja vinni, és ez a motiváció, ez a belső motiváció, amire azt lehet mondani az ember, csak egyre följebb és följebb tud jutni, és azt tudja mondani az ember, hogy na, elérkezett az útvonal, amire az ember el szeretett volna kanyarodni, és ebből a folyamatból szerintem nagyon jól tovább lehet vezetni az együttesbe való utat. Ugyanakkor rendkívüli felelősség a tiétek, akik mindezt megtanítják. Természetesen azért nekünk is sokszor át kell gondolni azt, hogy amikor valamit tanítunk, vagy mondunk, hogy ott ne csak a mi gondolatunk jelenjen meg, hanem a régmúltból is, amit tanulhatunk mi is, és amit mi is tanultunk, az átörökíthető legyen a gyerekek számára is. Szerintem ez az egyik legfontosabb különben. A gála műsoron a töpörtyű, a csöröge, a dödölle, a guba, a derce és a junior csoport táncosai léptek fel. Felkészítőik Fekete Krisztina, Gál Hollósi Johanna, Majoros Andor, Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika, Palánki Réka és Sipos Dániel segítségével, a Galiba zenekar kíséretében színvonalas előadással bizonyították rá a térmetségüket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.